Nos, ma is megvívtunk egy harcot. Az eredeti tervünk az az volt, hogy a Túlélés című sorozatunk harmadik epizódjában technikákat mutatunk be, miután a szellemiségen és a mentalitáson túl vagyunk. Nos, nem pontosan így lesz. És pedig konkrétan azért, mert ma reggel telefonon megismerkedtem egy fiatalemberrel, a Jerikó Másnap című blog írójával és egy prepper csoport vezetőjével. Nincs közös vonal az utazás közbeni túlélés és az ő általuk képviselt katasztrófa szindróma túlélése között, kivéve egyetlen vonalat, és az pedig a vándorlás. A vándorlás mindkét esetben azonos síkot képvisel, mert mint ahogy mi, helyváltoztatók, utazók, időnként problémákkal kerülünk szembe, épp úgy ők is, hogyha beüt a krach, és el kell, hogy hagyják az élőterületüket bármilyen társadalmi-gazdasági probléma miatt, akkor egy olyan élőhelyet kell, hogy keressenek maguknak, akár ideiglenes, akár hosszú távú formában, ahol a létfenntartásokat tudják biztosítani. Nos, ez nálunk is megvan. Lásd itt például azokat az emberkéket, akik a karanténban, vagy a karantén miatt jelen állapotban kirekedtek kis hazánkon kívül. Itt vannak például az útravelók, akik lakóautóban tengetik az életüket Spanyolországban, de rengeteg olyan cimboráról tudnék még mesélni, aki utazóként, mint például biciklivel egy Európa turnét, vagy az El Caminósok, akik kimaradtak, és nem egyszerű zarándokként egy utat csinálnak végig, hanem bizony akár éveken keresztül ott tartózkodnak az El Camino vonalán. Az ő túlélésükhöz is szeretnék annyiba hozzájárulni, hogy keresünk egy helyet. Keresünk egy helyet nem túl távol a civilizációtól. Tehát távolodjunk el az ismert vidékektől, távolodjunk el a lakott területektől, pusztán csak amiatt is, mert jobban meg tudjuk magunkat védeni. Ezt már régebben is hangoztattam, hogy ugyebár a legsűrűbben lakott területeken legnagyobb ragadozók és a többi. De magunk is célponttá válunk az esetben, hogyha olyan értékeket őrzünk, képviselünk, amiket mások el akarnak tőlünk venni. Annak a bevédésnek pedig a legjobb módja az, hogyha vándorlunk, a helyet változtatunk. És itt már jöhet majd a helyváltoztatás során a következő epizódban az a részlet, amikor bemutatom a járműveket, amiket célszerű tartani, megtartani, felhasználni, és bemutatom őket gazdaságosság szempontjából, üzembiztonság szempontjából, felhasználhatóság szempontjából. Most viszont egyelőre jelöljük ki a célt, hogy hova szeretnénk menni. Már megint a régi mániám, ugye? Hogy ne digitális világba, hanem ez bizony egy régi topográfiai térkép, megfelelő méretű nagyításba, mellékutakkal, dűlőutakkal, stb. Kell ellátva. És kell hozzá természetesen helyismeret is. Nekem ezen a szintéren különösebb helyismeretem nincsen, viszont kalandozós barátaim, cimborái mindig akadnak, akik már bejárták akár a környező erdőségeket, az erdőségeket, csatornarendszereket, vagy éppenséggel ezeken a területeken dolgoznak, akár mezőgazdaságban, akár áramszolgáltatásban, de sorolhatnám még a végtelenségig. És volt egy ötlet, hogy itt a közelben van egy pincerendszer, ami ilyen célokra akár felhasználható lenne. Nos, ennek a bemutatása következik most. Szervusztok! Szép reggelt kívánok itt mindenkinek! A Túlélés című sorozatom harmadik epizódja fog indulni. Kedves barátom, akit nem szándékozom néven nevezni, ígérte nekem azt, hogy ebben az elborzasztó világban tud egy olyan közelben lévő pincerendszert, amelyeket mi most elindulunk a Trabicsekkel megvizitálni. Mindez egyúttal a Jerikó Másnap nevű blognak a kiegészítése lesz, amelyik a vándorlás címszóval kért fel bennünket arra, hogy 4 darab gépjárművet mutassunk már be a felhasználhatóság, az üzemgazdaságosság, üzembiztonság szempontjából. Ebből ameddig odaérünk, én elmondanám, hogy az elsődleges készülék az nem a Trabant lesz, bár Trabant expedíció vezetője vagyok a továbbiakban is, hanem szeretném bemutatni először a lakóautós barátaimat, akik kimaradtak, kinragadtak, és a karantén során ugyebár helyhez kötve vannak Spanyolország területén, ők az útravelók. Aztán lesz egy másik bejegyzésünk egy kisebb gépjárműről, amelyik egy Lada Niva típusú erőgép. A Hanságban lakozó Horváth Mátyás természetfotós barátomnak a szerkezete ez a készülék.
Mi sem természetesebb, hogy következő kisebb lépés az a Trabant lesz, majd pedig a sorozatot be fogom fejezni a Solex típusú 1962-es gyorskerékpekhajtású biciklivel. Ezzel szerintem a motoros változatait az autós vándorlásra, idézőjelben, be is foglalhatnak. Megérkeztünk a ma bizonyos TED helyszínére, és meg kell, hogy mondjam, hogy síralom az, amit civilizációnak nevezünk a mai világban. Ez bizonyít mind-mind semmi más, mint a civilizációnk átka és mocska. Ha bármi lakott területet hagyunk el, kis Magyarország területén, hát hölgyeim és uraim, így élünk mi. Megérkeztünk abba a dzsumbuj jellegű rendszerbe, miután elhagytuk a szeméttelepet, amelyik itt az Eger csatorna környékén egy pincerendszert rejt elméletileg. A lejáratot, mint élőhelynek holott megtaláltuk. Így a régi 3-as főút vonalánál ez a helyiség, ez egy eléggé élhetetlennek minősül. De úgymond vészesetére ez az élőhely akár még parányi mikrocsoportoknak a megélhetését is lehetővé teszi. Nem mondom azt, hogy az ősemberük élhetett ilyen környezetben. De meglehetősen hűvös. És két mellékjárattal is el van látva. Nos, megérkeztünk volt a helyszínre. Miért is van a papírtekercs csak kezembe, mert mániákusan utálom a digitális technikát és a világ összeomlásánál, illetve nem is kell a világnak összeomlani, csak az áramszolgáltatónak rögvest meg fog szűnni az a lehetőségünk, hogy digitális módon rögzítsük, digitális módon megkeressük saját magunkat, és a GPS alapú navigálásnak azon mód lesz a vége. Valamint ki tudja a műholdjaink is, hogy járnak majd odakon. Nos, papír alapú térkép erről a területről. Nagyjából behatároltam azt, hogy az élőhelyem, akkor amikor vándorlásra kerülne a szó és megfelelő menedékhelyet kellene keresnem, építenem magamnak, akkor gyalogosan elérhető legyen. Ez az ominózus falutól egy durván 2-2,5 kilométeres kellemes távolságban van, és az az egyetlen előnye, hogy van mellettem egy vízvételi lehetőség. Ezeken a térképeken, amelyek a magyar topográfiai túlokból vannak kitekergetve és gyönyörű szépen összevágva, ti nem fogjátok elhinni, ez az objektumrendszer nem szerepel, és ez egy óriási előnye. Kedves barátomtól kaptam monarchiás térképeket, amelyeknek majd még csak este fogok utána nézni, hogy vajon azok lehetővé teszik-e, hogy ezt az objektumot megkeressem, mivel hogy a cserjése eltakarja, ezért a műholdas felvételeken sem látható ez a dolog. A mellettem lévő csatorna hajdanában vizet hurcolhatott ide-oda, vannak átemelő szerkezetek, stb. Sőt, az objektumrendszerhez tartozott egy vízkiemelő rendszer is. Cimboránk már talált egy beszakadt kutat, amiben hajdanában egy villanymotorral meghajtott vízkiemelő szerkezet volt. Maga a pincerendszer az össze van szakadva, mégis azt mondom, hogy egy ilyen 3, 4, 5, 6, max. 10 fő elhelyezésére a két parányi oduval raktáról még akár alkalmatos is lehet. Tűzrakásra alkalmatos hely van, megfelelő takarásban van, nyugodt és csendes, békés környék, ugyanakkor nem esik túlságosan nagy távolságra egy számrendű főutaktól. Mire van még szüksége az embernek akkor, hogyha kijut ilyen területre, és el akar szeparálódni? Most beszélhetünk akár a vírus veszélyről, akár teljesen más begyűrűzésről, amivel kapcsolatban meg kell, hogy védje, meg kell tudja védenie magát. Itt már akár egy Szirmai Gábor által berendezett védelmi rendszert nyugodtan ki lehetne építeni. Gábor barátunk onnan ismeretes, hogy ő Dél-Szudánt járt egy DKV típusú motorkerékpárral, és ennek megfelelően ő mindig a lakott területek szélén, azaz az ominózus esetben akár itt is sátorozott. Természetesen a helyszínt fel kell cserélni és be kell helyettesíteni a megfelelő helyszínnel. A továbbiakban mit kell még kialakítanom? Hogyha megvan a Gáborunk által elképzelt védelmi rendszer, a megközelítése a helynek. Én ezt a helyet a szemetet letekintve el tudtam közelíteni a Trabival. Hogyha kevésbé feltűnő akarok lenni, mert azt megsugom nektek, hogy abban a pillanatban, hogy én ebbe a kietlen mellékútra rátekertem magamat, rögtön lelassított és megállt egy pillanatra egy velem szemben szabályosan haladó gépjármű, és megnézte, hogy mi vajon mit csinálunk.
Még most ilyen időben semmi más nem feltételezett, mint hogy a szemetet akarom a trabiból kitakarítani. Láttátok az iménti hatalmas kupacot. Gondolom rájött a kamerából, hogy nem erről van szó. Nos, bár már lelkesen belepett mindent a felnövekvő aljnövényzet, azért ezt meg kell, hogy súgjam. Megleltük azt a lehetőséget, amit a lábamnál egészen pontosan egy pú. Hát erről a vízvételezés lehetőségről beszéltem, hogy ennek a tisztántartásával már is megvan egy kutunk. A hozzátartozó ittatóvájónak a beton maradványa is itt vannak még, és valószínűleg egy gépház az alattam lévő kockásított üreg, amelyikkel ki lehetett termelni a vizet ebből az ásott kútból. A mellettünk lévő, elég nagy távolságról eljöttünk egyébként az előbbi pincelejárattól, mindenfelé betont alapzatokat, vagy lehetséges egy beton fedlapokat találunk. Ezek a körülbelül 2,5-3 méterszer 2 méteres fedlapok így elszórva vannak ebbe az erdőbe, nem elképzelhetetlenek, ezek valamit fednek. Igyekszem nem beárnyékolni azt a ismét feltalált félrehúzott fedlapú rendszert, ami akár egy menekülő útvonal, vagy akár egy szellőztető rendszernek a része lehet. Egy újabb akna, meg egy újabb fedő, ezt kimondottam most, inkább körolakra hajaz. És közben, éppenséggel csak egy, 40x40 centis lejárata van. De sajnos ebből se látunk a továbbiakban, csak azt, hogy ki van belülről téglával rakva, és semmit. Itt van mellettünk még egy ilyen kicsit. Nos, megtaláltuk, hogy ennek a funkciója, azzal, hogy ki van rakva téglával, az alja egy egyenes beton, ez bizony egy ciszterna, amelyet víztárolására vészes időkben alkalmazhattak. Akkor nézzük, hogy mi az, amit megteremtettünk magunknak. A technikában megvan a helyszínünk, ahova el tudunk vonulni. Van ugyebár elméletileg vizünk, ha képesek vagyunk azt a kutat tisztítani és újra beüzemelni. Az energiát meg tudjuk magunknak termelni szélenergia hiával, mivel nem akarunk feltűnést kelteni természetesen a tetőre kihelyezett napelemekkel. A tűzrakóhely ismét egy betakart forrásból, stb. Épp úgy előidézhető. A két melléküregben, ami a pincerendszernek a két oldalán van, megfelelő körülmények között el tudunk tárolni elég nagy mennyiségű tartós élelmiszert. Még mindig ezen a szent helyen vagyok, és tovább képzelgek, hogy mi lenne, ha a túlélésre kellene gondolnunk. Ma reggel olvastam a Jerikó másnap oldalán, hogy a túlélésnek egy 3-as egysége van. Levegő nélkül 3 percig, víz nélkül 3 napig, élelem nélkül 3 hétig, és a negyedik ráadásképpen, bár ezt szokták legkevésbé írni, szeretet nélkül 3 hónapig bírja ki az ember.